Sziasztok! Még mielőtt elkezdődne a podcast, előre is elnézést szeretnék kérni. Még nagyon az elején tartok a podcast videókkal, és szeretnék nem csak tartalomba, de technikailag is jó minőségű videókat készíteni. Rendeltem egy lámpát, amit bekapcsoltam, és ahogy a videót készítettem, nem vettem észre, hogy a videónak a fény minősége, mármint a videónak a minősége nem igazából lett tökéletes. Még egyszer elnézést kérek, ígérem, hogy ezentúl jobban oda fogok figyelni. Attól függetlenül, ha nem is akarod megtekinteni a videót, érdemes meghallgatni, mert mélyen belemelyek az autóimon betegségekbe, és nagyon sokat, szerintem nagyon sokat lehet tanulni kérlek, ha tetszett a videó, legalábbis minimum a fölvétel, a hangfölvételt hallgatod meg, és nem nézed meg a videót, vagy nem tekinted meg a videót, kérlek attól függetlenül nyomj egy lájkot, és ígérem, hogyha ilyenfajta podcast, amit én készítek az egészséges életmódról egyre többen megtekintik, akkor mindent meg fogok tenni, hogy nem csak tartalomba, de technikailag is egyre jobb videókat készítsek. És most kezdődjön az autoimmun betegségekről szóló podcastom. Üdvözöllek a mai podcast műsoromba a nevem Nagy Csaba, vagy másképp Erdély magyar biohacker. Az én podcast műsoraim az egészségről szólnak, az egészséges életmódról, az epigenetikáról, a genetikánkról, hogyan tudunk, mit tudunk tenni, hogy az egészségünkre odafigyeljünk. A 30 nullás medicináról, 3.0-ás funkcionális orvoslásról igazából arról szól, hogy mit tudunk tenni, hogy egy egészségesebb, teli energiával, levő életet vigyünk, és próbáljuk magunkat úgy optimalizálni, hogy mindenki jól érezze magát. A podcastaim arról is szólnak, hogy mit lehet tenni tanulmányok alapján. Több podcast műsort szeretnék készíteni, és mint már ahogy az első kezdeti podcastomban elmondtam, én a célom az igazából ezekkel a podcastokkal, hogy kicsit mélyebben bele véssem magam, egy kicsit mélyebben belemenjek egy-egy témakörbe. Minden közösségi oldalakon, közösségi platformon próbáltam, vagy próbálok most is rövid, egyszerű videókat föltenni, de azt vettem észre, hogy ezekkel a rövid, egyszerű videókkal nem igazán tudok, vagy nem igazán tudom elmagyarázni, mélyen belemenni egy-egy témakörbe, mivel hogy eleve rövid videók, és a közösségi platformokon általánosan a rövid videók azok, amiket az emberek megtekintik. Ezért úgy döntöttem, hogy a podcastokkal, a YouTube csatornámmal egy olyan közösséget szeretnék felépíteni, vagy egy olyan közösségnek szeretném az egészséget közvetíteni, akik esetleg többet akarnak megtanulni, és mélyebben akarnak egy-egy témába belemerülni. A podcastaim arról fognak szólni, hogy megosztom az én saját tapasztalatomat, de nem csak az én saját tapasztalatomat, hanem tanulmányokat fogok lefordítani, közvetíteni, igazából fel is olvasok egy-egy tanulmányt, és mint ahogy felhoztam, mélyebben bele fogok menni egy, -egy témakörbe, és próbálok úgy, próbálom úgy elmagyarázni, hogy ha még a tanulmányt fel is fogom építeni, olvasni, attól függetlenül szeretném, hogyha a podcastom úgy legyen, közvetítve, vagy, vagy olyan formánkba tudjam a különböző témakört az egészség terén közvetíteni, hogy akár egy hat éves is meg tudja érteni. Persze lehet, hogy lesznek egy-egy szakszavak, amiket talán nem fogom tudni tökéletesen lefordítani, de mint ahogy felhoztam, mindig fogok próbálni arra fokuszálni, hogy, hogy az embereknek úgy közvetítsem, hogy mindenki meg tudja érteni. A mai podcastom az autoimmun betegségekről fog szólni. Kicsit mélyebben fogok belemenni, hogy milyen milyenféle autoimmun betegségek ma ismertek. A fő tényezők az autoimmun betegség, hogy mitől jön elő, vagy mitől leszünk egyáltalán autoimmun betegek. És a végén bele fogok menni három fajta bőjtölési szokásba, bőjtölési módba, amivel javítani lehet az immun, az autoimmun betegséget, az immunrendszerünket erősíteni tudjuk ezzel, és így javítani tudjuk az autoimmun betegséget. Szerintem, hogyha érdekel téged is az autoimmun betegségek, de a legfőképp érdekel, hogy milyen fajta bőtöléssel lehet elérni, hogy javítani tudjuk az autoimmun betegségeket, akkor maradj a podcaston végéig, mert meg fogod látni, hogy igenis, funkcionális medicinával, alternatív medicinával sok mindent tudunk tenni különféle betegségek megelőzésébe vagy javításába. Úgyhogy vágjunk bele az autoimmun betegségekbe és az autoimmun betegségek megelőzésébe. Még mielőtt elkezdem a podcastot, lenne egy nagy kérésem, hogyha kedveled a podcastaimat, szeretnél többet megtudni az egészséges életmódról, az alternatív medicináról, akkor kérlek, iratkozz fel a csatornámra, és még egy nagy kérésem lenne, nagyon hálás lennék, hogyha kedveled a műsoraimat, kedveled a videóimat, akkor nyomj egy lájkot, like mert az is nagyon sokat tud nekem segíteni. Köszönöm előre is! Mi az autoimmun betegség? Szeretnék egy keveset a podcastom elején az autoimmun betegségről beszélni, és a Medline Plus orvosi szakoldalán olvastam, és ezt szeretném nektek felolvasni, elmagyarázni, hogy ők minek, vagy ők hogy látják az autoimmun betegséget, méghozzá az immunrendszer védelmezi a szeretetet a betegségtől és fertőzésektől. Azáltal, hogy megtámadja a testbe kerülő korokkozókat, például vírusokat és baktériumokat. Az immunrendszer felismeri, hogy a korokozó nem része a szervezetünknek, a testünknek, és egy ellentámadást végez. Tulajdonképpen már az előtti podcastomban beszéltem egy keveset az immunrendszerünkről, és már akkor főhoztam, hogy az immunrendszert igazából a saját testünknek kell látjuk, vagy mint magunknak. Mi vagyunk az immunrendszerünk, és mi kell felügyeljünk, anélkül, hogy sokszor észrevesszük, de mi saját magunk reagálunk egy-egy korokozók, vagy egy-egy vírus ellentámadásának. Úgyhogy én mindig azt tudtam mondani, hogy az immunrendszerünk az, az nem más, mint tulajdonképpen mi vagyunk az immunrendszer. Mint ahogy felhoztam, az immunrendszer felismeri, hogy a korokozok nem részei a mi testünknek, ezért elpusztítja azokat. Ha autoimmun betegségünk van, akkor az immunrendszer tévedésből a saját sejtjeinket támadja meg, és nem a korokozokat, és nem a vírusokat ilyenkor lép fel az úgynevezett autó ellen támadás, autoimmun betegség. Több mint 80 féle autoimmun betegség létezik, ezek szinte bármelyik test részét érinthetik. Például az alopecia arettata a bőr autoimmun betegsége, elnézést, hogyha nem fejeztem ki magam tökéletesen, amely hajhullást okoz. Az autoimmun hepatitis érinti a májat. Az egyes típusú diabetes, a cukorbeteg, egyes típusú cukorbetegség esetében az immunrendszer megtámadja a hasnyálmirigyet, mármint csak az egy szervet támadja meg, és egyszerűen nem engedi, hogy a hasnyálmirigy inzulin termeljen. A reumatoid artritis esetében az immunrendszer számos testrész beleértve az izületeket, tüdőt és szemet is támadhat meg. Mi okozza az autoimmun betegséget, senki nem tudja biztosan, hogy mi okozza. A környezettől is függ, a genetikánktól is függ, igazából még tökéletesen nincs megfogalmazva, még nincs elég tanulmány, hogy mitől van az autoimmun betegség egyáltalán, hogy honnan vagy hogy történik meg az autoimmun betegség. Azonban más emberektől nem lehet ezt elkapni, már mint ez nem egy olyan fajta betegség, hogy valakivel elkezd az ember érintkezni bármilyen féle téren, és akkor autoimmun betegséget tudunk másoktól elkapni. Nem létezik. Az autoimmun betegség az nem átadható. Az autoimmun betegségeknek hajlamuk van Családokban való előfordulásra, ami azt jelenti, hogy bizonyos gének, mint ahogy főhoztam, néhány embert hajlamosába tehetnek egy probléma kialakulására. Vírusok bizonyos vegyszerek és más környezeti tényezők kiválthatják az betegséget. Ha már megvannak hozzá genetikai hajlamok, persze genetikailag, ha olyan a gén génjeinkben is kell, hogy a géneket, ahogy örököljük, vannak az úgynevezett mucskos gének, a snipszek, és ezeket is örökölni tudjuk, de ugyanúgy mi saját magunk is be tudjuk mucskolni a génjeinket, erről még fogok beszélni, mármint hogy mélyebben fogok egy kicsit belemenni, mert nagyon fontos tudni, hogy a genetikánkat igen örököljük, úgy az epigenetikánkat, és az epigenetikával kapcsolunk be olyan fajta géneket, snipszeket, ami vagy aktiválunk és deaktiválunk. Ez függ, hogy a környezetünktől, a szokásainktól, és még beszélhetnék erről, a lényeg, hogy ezt tudjuk örökölni, és az autoimmun betegséget ezáltal, hogy a génjeink kicsivel, a génjeink igazából nem működnek rendesen, inkább így akarok fogalmazni, akkor megtörténhet, hogy érzékenyebbek leszünk, és megtörténhet, hogy könnyebben autoimmun tudunk lenni. A felmérések alapján már milliók, Amerikában például nagyon sok ember szenved autoimmun betegségben. Nők sokféle autoimmunbetegséget betegséget sokkal gyakrabban fejlesztenek ki, mint férfiak, és ha már van egy autoimmun betegsége, nagyobb esélye van arra, hogy a másodikat is kialakítson. Mi az autoimmun betegségek tünetei? Az autoimmun betegségek tünetei attól függenek, hogy melyik testrészét érinti. Sokféle autoimmun betegség okozhat vörösséget, duzzanatot, hőt és fájdalmat. Ezek a gyulladás jelei és tünetei, de más betegségek is okozhatják ugyanezt a tüneteket. Az autoimmun betegségek tünetei jelentkeznek és megszűnhetnek. Egy fellángolás során a tünetei idéglenesen súlyosabbak lehetnek, később remissziót tapasztalhat, ami azt jelenti, hogy a tünetei javulnak, vagy ezek egy ideig eltűnnek. Hogyan diagnosztizálják az autoimmun betegséget? Az orvosok gyakran nehezen diagnosztizálják az autoimmun betegséget. Általában nincs konkrét teszt, amely kimutatná, hogy az adott autoimmun betegséget szenvedett. És a tünetek összetévesztőek lehetnek, ez azért van, mert sok autoimmun betegség hasonló tüneteket mutat, és néhány tünet, például ízonfájdalom sok más betegségben is gyakori, tehát egy diagnózis, hosszú idő és látogatások szükséges különböző típusú ö, orvosoknál. Itt tudom felhozni, a funkcionális medicinát és az epigenetikát. Én személyesen tanultam egyfajta terápiát, méghozzá a genogram terápiát, ahol a klienseimmel fel tudom építeni, meg tudom nézni, hogy egyáltalán a felmenői, az ősei hogyan éltek, egyfajta életfelépítés a nagypapa, a nagymama, úgy az anyai, meg úgy az apai ágazaton a testvérek, rokonok, és ezáltal el tudom, vagy el lehet érni, hogy feltérképezzük, hogy a tüneteket, az autoimmun betegség tüneteit is fel lehet így térképezni, hogy genetikailag, meg epigenetikailag esetleg mit, vagy mitől kell, oda, meg mire kell odafigyeljünk, és hogy mit tudunk esetleg örökölni, és így jobban fel tudunk készülni erre, és ezt, hogyha lehet, még tudunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg. Szeretnék egy tanulmányt felhozni, méghozzá a Genentech, egy amerikai egészségügyi szakoldal egy felmérést tett, ahol utána nézett, hogy az emberek egyáltalán van valami fogalmuk az betegségeknek, hogy egyáltalán Ismerik az autoimmun betegségeket, azt is fölmérték, hogy hogy mennyi százaléka Amerikába persze szenved autoimmun betegségben, de ez a tanulmány igaz, hogy amerikai, de szerintem már a mai világban azt lehet mondani, hogy ami Amerikában megtörténik, az már igazából Európában is. Úgyhogy e, szeretnék egy kicsit beszélni erről. Az emberek sajnos alig csak egy pár autoimmun betegséget ismernek, mint például az egyes típusú cukorbetegséget, vagy az ízületi gyulladásos e, autoimmun betegséget, de sajnos ez a kettő, ami a legismertebb, még van egy-két autoimmun betegség, amit esetleg, hogyha felhozzuk, akkor e, talán tudják, de azt nem tudják, hogy mennyi féle autoimmun betegség van ma, az autoimmun több mint 80 krónikus gyakran károsító és néhány esetben életveszélyes betegség családját alkotják. Az Egészségügyi Intézet Nemzeti Intézete szerint akár 23,5 millió amerikai a népesség több mint 7%-a szenved autoimmun betegségtől. Hozzá kell tennem, hogy a genetek, mint ahogy fölhoztam egy amerikai eh, egészségügyi szakoldal, és ez a fölmérés Amerikába történt. Um, igen, 23,5 millió amerikai, de azt is uh, merem állítani, hogy uh, általában ami Amerikába történik, az már uh, itt uh, Európába is, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy Európába is nagyon sokan uh, szenvednek uh, autoimmun betegségben. Az autoimmun betegségek arra vezethetnek, és ezt persze az elején felhoztam, hogy a szervezet antirezseteget termeljen, amelyek nem a fertőzések ellen harcolnak, hanem a test sejtjei, szövetei és a szervei támadják meg. Az autoimmun betegségek szinte bárhol előfordulhatnak a testben, a sejtjeinkben, és néhány az egész testet is érintheti. Ezek közül sok betegség, például a reumás, izületi gyulladás, a sclerosis multiplex. Van egy konkrét eset, már mint mikor végeztem az epigenetika medicinát, az itt tanáron fölhozta, hogy neki volt egy betege, egy 8 éves fiúcska, aki ezt a sclerosis multiplex betegség, autoimmun betegséget kapta el, és a szülei nagyon le voltak törve, Németországban nagyon sok szakorvoshoz elvitték, hogy valami amit találjanak, egyáltalán próbálják meg ezt ö, meggyógyítani, de sajnos nem volt semmilyen esély, minden orvos azt mondta, hogy ö, gyógyszereken fog élni a fiúcska, méghozzá elég, ö, ö, elég olyan fajta gyógyszerek, amiket, ö, amik tönketeszik a, a, a szerezetét, és ö, nem tudtak ebbe beletörődni, és elvitték az epigenetika medicina klinikára itt Németországban. Azt kell mondjam, hogy ezt nem finanszírozza az állam, már mint privátilag van uh, finanszírozva, és uh, a tanárom persze ő a főorvos ottan, és uh, az első, ami történt az, hogy megnézte a mitokondriumokat a, a sejtjeibe a gyereknek, a 8 éves fiúcskának, és uh, mint kiderült, a mitokondriumok voltak, egyszerűen nem működtek normálisan. Nagyon kevés mitokondriuma volt, és így nem tudott a sejtjeinek, a mitokondriumok nem tudtak a sejtjeinek energiát termelni, le voltak betegedve. Ezt felerősítették egy nagyon komoly terápiával, lehet azt mondani, hogy funkcionális medicina közbeszólt, és segített abba, hogy a nyolc éves fiúcska most rendesen tud mozogni, és azt lehet mondani, hogy 90%-ban egészséges, nem kell vegyen semmilyen fajta gyógyszert. Még vannak egy kis javítani valók, de nagyon fontos, amit ezért szerettem ezt kiemelni, mert hogy általában mindig szaladunk az orvosokhoz, az iskola orvosához, de lehet, hogy ha az ember egy kicsit körülnézne, és keresné a, a funkcionális medicinát, keresné a, a, az olyan lehetőséget, ami a, az iskola orvosláson kívül történik, lehet, hogy pont azzal sok mindent tud tenni az egészségének ezt csak így melékesen akartam ezt a sztorit elmondani. Azt becsülik, hogy az autoimmun betegségek kialakulásának körülbelül egy az öröklött tényezők teszik ki, ugyanaz a betegséggel szenved valamelyik családtag a családban. Egyik kockálati tényezők közé tartoznak a környezeti indítók, például vírusok, baktériumok és talán táplálkozási tényezők. Az utóbbi évtized kutatásai azt sugalják, hogy a b egyféle fehér vérsejt, jelentős befolyással lehetnek a egyes autoimmun betegségek kialakulására és előrehaladására. Milyen fajta autoimmun betegségek vannak? Szeretnék egy párat itt nektek elmondani. Az előbb, felhoztam a reumatoid artitis, a cöliákia, a cöliákkal szorosan összefügg a gluténfogyasztással, a cöliákában szenvedő emberek bármit fogyasztanak, ami glutén tartalmaz, autoimmun reakciót, gyulladást tapasztalnak a gyomor bérrendszerükbe, és egy sor tünetet közöttük a emésztési problémákat, fáradtságot és bőrreakciót. A reumatoid artritis a hatással van az izületi egészségre, tüneteik közé tartozik a fájdalom, fájdalmasság, merevség, melegség és a bőrpír. A gyulladásos bélbetegség, beleértve a fekélyes, vastagbélgyulladást, a krombetegséget. Ha ezekkel a betegségekkel szenvedsz, akkor tudnod kell, hogy a gyomor bérrendszeredet érinti ez az autoimmun betegség. A fekélyes vastagbélgyulladás vastagbelet és végbelet érinti, míg a krombetegség az egész emésztőrendszert érintheti. Az autoimmun pajzsmirigy állapotok a Hashimoto teroiditis lassú pajzsmirigyhormon termelést okoz, míg a Graves-kor túl sok pajzsmirigyhormont eredményez. A Hashimoto betegség tünetei közé tartozhat a súlygyarapodás, a fáradtság, a hideg és a hajhullás, míg a Graves betegség fogyás, hőérzékenységet, szorongást és szapóra szívverést okoz. A lupusz, a lupusz a test több szervét érinti, beleértve a bőrt, az izületeket, az agyat, a szívet, a veséket, jellemzője többek között a fáradtság, a fájdalom és a kiütések. A pszichorizs Artitis elnézést, hogyha nem tudom kimondani rendesen, a pikkely sömör bőrét érinti, a bőrsejtek a normálisan gyorsabb szaporodását okozza, ami száraz vörös bőrfoltokat és pikkelyeket eredményez. A pikkelysörmőrben szenvedők több mint negyedénél az artrisszhez kapcsolódó tünetek is kialakulnak. A szkrelózis multiplex az idegsejteket körülvevő védőbevonat, az úgynevezett milleni réteg károsodását okozza. Tünetei közé tartozhat a gyengeség, zsibadás, egyensúlyzavarok és mobilitás problémák. Az egyes típusú cukorbetegség, gondolom ezt már mindenki, vagy erről mindenki hallott, az egyes típusú cukorbetegség a hasnyálmirigyet érinti, ezt már fölhoztam, elpozítja az inzulin termelő sejteket, megzavarja ezzel a vércukorszint szabályozását, tünetei közé tartozik a szomjúság, gyakori vízelés, a fáradtság, a homályos látás és az éjségérzet. és hogy az autonóm betegségben mik játszanak szerepet, vagy milyen tényezők játszanak szerepet, arról szeretnék keveset beszélni, mivel hogy igenis nagyon sok tényező befolyásolja, de amiért erről szeretnék keveset beszélni, az, hogy az emberek, hogyha jobban odafigyelnének az életük optimalizálására, akkor igenis meg lehet előzni az autonóm betegségek hogy egyáltalán ne legyél autoimmun beteg. Az autoimmun betegségek összetettek, azonban van néhány fő tényező, amelyekkel kialakulásokban és lefolyásokban szerepet játszanak. Nézzük is meg, hogy mik ezek a tényezők, amik előhozhatják az autoimmun betegséget vagy a tüneteket, és igen, még akár súlyosabbá is tudják tenni. A bl fertőzések tudtad, hogy az immunrendszered normális működése kb. 78%-a a, a b rendszerben található, már mint hogy 78%-ra, hogyha egészséges a b rendszered, akkor az immunrendszered is egészséges, és így nem okoz az immunrendszered, mármint nem fog téged, mármint a sejtjeidet megtámadni, hogyha eleve már 78%-ba felügyeled a, a bélrendszert, és odafigyelsz a B-rendszeredre. Ezért is fontos az úgynevezett bél az nem más jelent, mint hogy a mikroorganizmus, a bél mikrobák egészségesek legyen, és ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy vannak rossz baktériumok, meg jó baktériumok, és a diszbiózis az azt jelenti, hogy több, ha minél egészségesebb a jó baktériumok. A minél több jó baktérium van a gyomorrendszerben, tehát tulajdonképpen a szeretetünkbe, a testünkbe, akkor annál jobb a diszpiózis, mint ez a balans, annál egészségesebb és elnyomja a rossz baktériumokat, de tulajdonképpen nem lehet rossz baktériumnak nevezni, mert a rossz baktériumnak is megvan a saját a saját tényezőjük, a saját munkájuk, amit el kell végezzenek, ezért is oda kell figyelni a mikroba a bélrendszerünk diszbiózisára. A szivárgó bélszindróma is egy nagyon veszélyes betegség, hogyha esetleg szivárgó bélszindromával szenvedsz, akkor tudnod kell, hogy a bél nyárkahártya szoros kötései túl lazák, ezért úgy kell elképzelni, hogy minden baktérium át tud haladni, egyszerűen nincs egyfajta védő vonal, nincsen lezárva. Az történik, hogy a mikrobák, a toxinok, az emészetlen nagyobb méretű élelmiszer részecskék bejutnak könnyebben a véráramba. Sajnos a szeretetet, ezeket a részecskéket káros idegen betolakodóként ismerett fel, és válaszul gyulladásos autoimmun betegség tud kialakulni. Nagyon fontos része ilyenkor a mondani a táplálkozás, mert sajnos nagyon sokan nem is tudják, hogy esetleg szivárgó bélszindromába szenvednek. Ahogy tanulmányoztam az autoimmun betegségeket, rábukkantam egyfajta autoimmun betegségre, amit nem igazán ismernek az emberek, szeretnék keveset beszélni róla, méghozzá a herpex simplex egyes és 2 vírus, amelyeket autoimmun állapotokkal hozzák összefüggésbe. Ezek a fertőzések évekig, vagy akár évtizedekig is szúnyadhatnak a szerezetben, amíg egy fizikai vagy érzelmi stresszor ki nem váltja őket. Az autoimmun választ hozza létre. Érdekes, hogy van olyan fajta, mármint összefüggésben van esetleg, olyan fajta autoimmun betegségek, amik, mint ahogy halljátok, akár évtizedekig is szunnyadhatnak, és a mai stresszes világban, mivel állandóan egy valamilyen fajta stresszfaktor ér minket, igenis ez a fajta herpex, simplex, egyes és kettes vírus, akár szunnyadva, hogyha egy ilyen stresszfaktor ér minket, igenis elő tud jönni, és egy egyfajta autómium betegség tud kialakulni, erre oda kell figyelni. Az élelmiszer érzékenység autómium betegségek az allergiával ellentétben az étel érzékenység nem váltanak ki azonnal a reakciót a szeretetben, azonban idővel, ha rendszeresen fogyasztod, vagy olyan ételeket fogyasztasz, ami, ami érzékeny a szeretetetnek, az gyulladás, bérrendszeri diszbiózis, ahogy már felhoztam a bérrendszeri diszbiózist, hogyha több a rossz baktérium, mint a jó baktérium, akkor egyfajta diszbiózis történik, és tönket tudjuk vágni az egész bérrendszerünket, és más sor tüneteket is tud okozni, beleértve az emésztési problémákat, bőr problémákat, fejfájást és fáradtságot. Az ételérzékenység autoimmun választ és autoimmun tüneteket is kiválthatnak az autoimmunitás kiváltó gyakori ételérzékenységek közé tartozik a glutén, ezt gondolom mindenki tudja, a tejtermék, a cukor, a tojás, a hüvelyesek, a diófélék, és mostában hallom azt is, hogy egy-egy gyümölstől is akár lehet az ember ételérzékeny, vagyis kaphat ételérzékenységet, és így kiváltatja az autoimmun betegséget. Toxin-expozíciós betegségek. erről fogok külön podcastot készíteni, a toxinokról, mert ha ma belegondolunk, hát nem akarok mélyen most belemenni, de amikor végeztem az epigenetika medicinát, ott külön volt egy, külön tanultuk az összes toxinokat, ami ma. A környezetünkbe előfordul, és minden tanulmány után, minden 15-20 perc után föl kell álljunk, és a tanárunk odalakott, hogy rendesen rázuk, ki magunkat, mert ö, olyan toxinokat hallottunk, amit tényleg itt van a körülöttünk, és ö, ahogy tanultuk, hogy miket tudnak ártani, hát ö, eléggé megrázó volt. De tényleg nagyon sok ételbe található toxin a környezetünkben a csomagolásokba, és ezek a toxinok igenis elő tudják hozni az autóimmun betegséget, mármint hogy a szeretetünket meg tudják támadni, és az immunrendszerünk egyszerűen nem tudja leküzdeni, vagy ahogy már felhoztam, egy ellentámadás történik a szeretetünkkel. Túl sok méreganyag, expozíciós, toxikus terhelés eredményez a szeretetben, ami túlterhelti az immunrendszert és az autoimmun válaszreakciókhoz vezethet. A toxinus penészgombák vagy mikotoxinok, nehéz erről még fogok, mint ahogy felhoztam, podcastot készíteni, mint például az amalgán, ez a higgany, a fogtömésekben sajnos mai napig is találhatom, nem organikus élelmiszerekbe levő peszticidák, csak néhány a bűnösök közül, nagyon sok van. Kronikus stressz és autoimmun betegségek, erről is fogok külön podcastot készíteni, mert ma többféle stressz faktor létezik, de a krónikus stressz az a legveszélyesebb, és szerintem elég sokan vannak ma ilyen úgyfaj, egyfajta krónikus betegségbe, krónikus stressz betegségbe, elnézést, úgyhogy az is elő tudja hozni az autómium betegséget, a kronikus stressz, olyan krónikus fizikai, pszichológiai, érzelmi vagy spirituális feszültségeket iratol le, amely állandó harc vagy menekülés választ és emelkedett kortizol, adrenalin szintet eredményez. A kronikus stressz, kronikus gyulladást is növeli a szerezetben, ami bérrendszeri egyensúlyzavarhoz és autoimmun válaszhoz vezethet. Ha kronikus stresszt élsz át, akkor nagyobb valószínűséggel próbálsz megbirkózni, az egészségtelen táplálkozással, vagy életmóddal, például a cukros, gyulladásos ételekkel, a testmozgás hiányával, valamint hogy testmozgás hiánya szemves vagy dohányzó, ami tovább növelheti a gyulladást, a bérrendszeri diszbiózis, erről már beszéltem, az autoimmunitás és csak kapcsolódó tünetek kockázatát. Tápanyaghiány, az is elő tud hozni autoimmun betegséget. A gyulladásos tápanyagokban gazdag zöldségekben, zöldségből, gyümölcsökből, hogyha ezeket nem fogyasszuk, egészséges zsírokból, ha ezt se fogyasszuk, és tiszta fejrékből szegény étrend tápanyaghiányt eredményezhet. A probléma az, hogy a tápanyaghiány növelheti a gyulladást és az autoimmun betegség kockázatát. Úgyhogy ezekkel oda kéne figyelni, ezekről még fogok nagyon-nagyon sok podcastot készíteni a táplálkozásról, az egészséges táplálkozásról, a funkcionális táplálkozásról. Számos kulcsfontosságú tápanyaghiány van, beszéltünk a D-vitaminról, az Omega-3-ról, a B-vitaminokról, a ásványanyagokról, mint például a magnézium, cink, de, de ezekről fogok készíteni külön podcastot, főképp a legfontosabb mikrotápanyagokról, mint például a D-vitamin, vagy például a zsírsavakról, az Omega-3, ezek egy nagyon fontos tápanyagok. Mikotápanyagok, amiket érdemes nap mint nap fogyasztani. Szeretnék egy kiváló ajánlattal érkezni, méghozzá ismerd meg a génjeid egészségét. A Nordic Laboratórium szerintem az egyik legkiválóbb és legismertebb laboratóriuma, és én személyesen a Nordic Lab egyik konzultása vagyok a klienseimnek állandóan felajánlom, hogy végezzük el a géntesztet, méghozzá a DNS health tesztet. Ezzel a teszttel nagyon sokat tudunk meg, hogy melyik génjeink azok, amik esetleg nem működnek rendesen, és nagyon sokat tudunk tenni az egészségünkön. A tesztet otthonról is kényelmesen el lehet végezni az én segítségemmel, az én támogatásommal. Jelenkezd most, és teszteld a génjeidet hogy könnyebben tudj elindulni az egészséges élet felé. Most vissza a podcast műsor. Most érkeztünk ahhoz a részéhez, ahol felsorolom a bőtöléseket, a bőtölés, három bőtölést igazából, hogy ezzel hogy tudod, vagy miként tudod elérni azt, hogy erősítsd az immunrendszeredet, és ha erősíted az immunrendszered, akkor meg tudod gátolni, vagy gátolni tudod azt, hogy hogy az autoimmun betegség előjön, és gátolod az autoimmun betegséget. A bölcsölésről külön fogok készíteni podcastot. Igazából bölcsölés az arról szól, hogy az ételektől való tartózkodás, csak víz vízfogyasztása, kávé, teja, mármint olyan ö, italokat fogyasztasz, amiben nincsen szénhidrát. A bőjt számos egészségügyi előnyökkel jár, és többek között az immunrendszerünket erősíti itt van az, amiről most szeretnék beszélni, a bőt és az autofágia. Az autofágia egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi a szerezet számára, hogy lebontsa a régi, sérült és gyenge sejteket, hogy újra hasznosítsa őket energiaforrásként. Ez serkenti és teret teremt az új, egészséges és hatékonyabb sejtek termelődésének. Az autofágia segíti az immunrendszert, a vírusok és az intracelluláris paraziták a szabrodásának ellenőrzésébe, és ennek eredményeképpen csökkenti a gyulladást a szerezetünkben. Kutatások kimutatták, hogy a böjtőésen keresztül történő táplálékkorlátozás fantasztikus módja, hogy az autofágiát érjük el a szerezetünkbe. Egy tanulmány megállapította, hogy az autofágia bőtölés által a megelőzheti és leheti vagy javíthatja a központi idegrendszert. A neurodegeneratív betegségeink például a sklerozis multiplex kialakulását. A bőt és a mikrobium. A bél mikrobium egyensúlya kritikus szerepet játszik az immunrendszer erősségének meghatározásában. A kutatások kimutatták, hogy a bőt egy erőteljes stratégia, amely pozitív hatással van a bélrendszerre. Egy tanulmány például kimutatta, hogy a bőjt segít az szerzetednek abban, hogy a hasznos baktériumok növekedését előnybe részesíti a káros baktériumfajokkal, például a szalmonéával szemben. Egy másik tanulmány kimutatta, hogy az időszakos bőt növeheti a bélmikrobium diverzitását, fokozhatja az antioxidatív mikrobiális anyagcsere útvonalakat, és erősíti a sclerosis multiplexben szenvedők immunrendszerét. A bőrt és immunsejt regeneráció. A bőtörés javíthatja az immunsejtek szabályozását is a szerezetben. Egy nemrégiben végzett kutatás szerint 48-120 órán áttartó, hosszan tartó bőt javíthatja az immunrendszert, segítheti továbbá aktiválni bizonyos útvonalakat, amelyeket fokozzák a stresszel és a méreganyagokkal szembeni ellenálló képességet. Mint ahogy látjátok, a bőt besegít az autofágiában, besegít a mikrobiomunkba, és az immunsejtet, az immunsejt a regenerációba is besegít. Ezért is érdemes átgondolni, hogy elkezdjük a bőtölést, mert már több videóban elmondtam, hogy mennyire egészséges a bőtölés. A következő podcastban mélyenben belemeljek a bőjtörésbe és beszélni fogok a bőtölés típusokról, hogy milyen fajta bőtölés létezik, mármint, hogy milyen fajta bőtölést lehet elkezdeni. Többféle bőtölésről, bőtölési szokásról fogok beszélni, és mint ahogy felhoztam, mélyebben fogok mindenikről külön-külön beszélni, és igen, tanulmányokat is fogok ö, a podcastba beletenni, ö, beszélni róla, hogy, hogy látni tudjátok, hogy igen, létezik egyfajta egyszerű, ha lehet azt mondani, ingyenes megoldás, ingyenes tevékenység, amivel, vagy életmód, amivel az immunrendszeret erősíteni tudod, és így gátolni tudod az autoimmun betegségek vagy gátolni tudod azt, hogy, hogy egyáltalán ne legyél, vagy ne legyen gondod az autoimmun betegséggel. Ha meg autoimmun betegséged, vagy autoimmun betegségbe szenvedsz, akkor a igen igenis ezt tudod javítani. Remélem élvezitek ezt a podcast műsort. Mint ahogy felhoztam, a következő podcast a bőtülésről fog szólni. Kérlek, iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, mert nagyon sokat tudsz ebben nekem segíteni. Sajnos az algoritmus az ilyenekre odafigyel. Mint mindig, ne felejtsd, optimalizált te is az életedet.